Robert Duval, Bács Ferenc. Aris Howard, Kőszegi Ákos. Az ember, aki elfogta Eichmann. Független Argentina 1810-1960, a dicsőséges 150 év. Fényképezte Robert Stedman. A forgatókönyvet írta Lionel Chatwind. Készült Peter Malkin és Harry Stein könyve alapján. Rendezte William A. Graham. Buenos Aires, Argentina, 6 héttel korábban. Végre itt vagyunk. Igen. Mondd, van az árnyékban hely? Persze. Gyere. Erre, apa. Menjünk. Nikolász! Azt hittem, nem jössz vissza a jövő hétig Buenos Airesbe. Apa, ő itt Nikolász. Nikolász, ő az apám. László Ungari. Igen, igen. Örvendek. Bemutatom az apámat. Ricardo Clement. Leülünk? Azt hiszem, ideje elindulnunk. Túlságosan is elszaladt az idő. Sind Sie Deutsch? Nein. A szüleim Hollandiából származnak. Még a háború előtt jöttünk. Minden jót, senyor, senyorita. Hasta luego. Barátaidnak épp csak most hozták ki a kávét. Csak nem látszom olyan ijesztőnek, hogy így elszaladtak. Biztosan van oka. Évek óta ismerem Nikolást. Különben miért tenne ilyet? És ezelőtt? Találkoztál már az apjával? Akármikor? Egyszer-kétszer. Futólag. Akkor is használta ezt a különleges kölnit? Sose figyeltem.
De én igen. Most is. És régen is. Nem felejtem el se az illatát, se a hangját. Találkoztál már vele hol? Ott. Tel Aviv, Izrael. Mi a franc van magával? Kapcsolja már ki! Peter Malkin? Igen, tessék! Sürgős üzenet, máshol van szükség önre. Gyenge volt. Fel kellett volna nézned. Először neki kell készülni, felnézni a tetőre, csak aztán futni. Nem lesz belőled Mossad ügynök, míg el nem kezdesz gondolkodni. Felismered? Nem, kellene. Jobb lenne, ha is. A Mossad főhadiszállása. Ezt hagyd. Olyan hétköznapi. Semmi nem jut róla eszembe. Istenem. A tiéd talán, de az övé nem. Amint látod, nem hiányoznak a fotók Eichmann tetteiről. De kevés a bizonyíték. Különben furcsa, mert a legtöbb náci szerette, ha fényképezik. De Eichmannról nagyon kevés kép készült. Ez hol van? Buenos Aires. Argentina. Hol is lehetne? Ki készítette a felvételeket? Hans. Hans? Öntelt hülye. Jó ügynök. Vacak fényképész. Ki adta a tippet? Egy vakember. És te komolyan veszed? Ben Gurion komolyan vette, ezért hozta létre a szervezetet is. Tudod te, hány túlélő bizonygatta, hogy látta Eichmannt? Esküdött, hogy látta. Münchenben, Rómában, Clevelandben, Buenos Airesben. Még hogy egy bak. Hát érdemes. Azt hiszem, ebben az esetben van némi esélyünk, ha csekés, de több a semminél. Ez esetben csak akkor biztos, ha az ember idehozza is megkérdezi. Ben Gurion is így gondolja. Ha az tényleg Eichmann, itt akarja bíróság elé állítani, hogy emlékezzen a világ, van zsidó szülőföld. És ha nem? Elviszük Paraguayba. Vagy egy más szomszédos államba. Megmondjuk, hogy tartsa a száját a történtekről. Vagy nem lesz mit tartania. Hagyjuk elmenni, és távozunk. Veszélyes játék. Olyan helyről elhozni, mint Argentína. Talán nem is az, mint akinek hisszük. Késő van. Fáradt vagyok. Hazamegyek. Egy vak. Pénteken. A szokott helyen? Ja. Na, gyere kis tízem. Természetesen, ahogy parancsol. Á, Clemencék! Üdvözlöm Önöket! Erre parancsoljanak. Aztán, apa, kimehetünk a kertbe? Mehetünk, amerre csak akarsz. Biztosíthatom Önöket, hogy március 21-én mindig gyönyörű az este. Én egy órát vártam, amíg rájöttem, hogy nem jössz el. Igazán okos vagyok, mi? Bocs, szólnom kellett volna. Bocs.
Ennyi? Ennyit érdemlek? A főnököd vagyok, és ez aztán nem szép dolog, tudod? Különösen akkor, amikor olyan feladatot adok, ami után bárki a 10 ujját megnyalná. Nézd ezt az embert. Gondolnád, hogy milliók gyilkosa? De ha elkapjuk, eszébe juttatok egy áldozatot, egy embert, a nővéremet, Fromát, egy nőt, egy anyát, küldött a gyerekével Auschwitzba. Eltűrni elképzelhetetlen borzalmakat és a halált. És most itt a gyilkosa. A karom a nyaka köré fonom. Van, ami megállítsa, hogy kiszorítsam belőle a szuszt. Ez Izrael joga. Igen, erkölcsi kötelesség ezt az embert bíróság elé vinni. És a te dolgod ezt teljesíteni. Biztos, hogy az enyém? Persze, azért küldtem Hansot Buenos Airesbe. Ha te kiszállsz, őt bízom meg. Tudom, mennyire szereted őt. Mennyire szeretnéd, ha ő aratná le a babérokat. Na gyere, én fizetem a reggelit. És mit gondolsz? Hány ember kell, hogy kihozza oda? Csak egy. Én. Egy ember. Felejtsd el. De ez segítségem. De éjszaka akarok dolgozni. Ha szimatot fog, esetleg megrémül és elszökik. Mi van, ha erős? Ha felveszi a harcot. Erősebb vagyok. Én meg tudom lenni. Minden esetre a végső tervvel várunk, míg nem érünk Buenos Airesbe. Meg kell ismerni a terepet, ahol él, a mozgását. Igen, igen, igen. Hans már rajta van. Nem, 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 nem. Vele aztán nem. Kegyetlen vagy vele. Ha kihozod az emberünket, szükséged lesz egy vallatóra, aki megállapítja, hogy ő Eichmann. Nem véletlenül hívják spanyol inkvizitornak. Nyugi, tud a megbízásodról. Tudod, ki legyen még? Kell valaki, aki ért a papírokhoz. Beszéltem már Dennyvel. Először Hans, most meg Danny. Miért te állítod össze a csapatot? A legjobbak kellenek. Aki Dennyt választja, magának tesz szívességet. Nincs nála jobb. És szükséged lesz egy frontemberre. Szóltam Davidnek, hogy beszéljem vele. Nem akarom, az egy playboy. De azért beszélj csak vele. Tudom, hogy megbízhatatlannak tartasz, mert nagy lábon élek. De ki lehet jobb frontember egy ilyen melóra, mint én? Kell egy mindenes sofőr. Lehetne Meyer. Ő a legjobb. Meyer. Tényleg jó. De utál utazni. Akkor se, ha a messiást keressük. És akkor se, ha Adolf Eichmann-t. Oké. Okay. Ó, éppenséggel a doki is ki volt választva. Milyen doki? Ben Gurion maga választotta a doki, de beszélhetsz a miniszterelnökkel. Rendben. De egy valami legyen világos. Én kapom el. Peter. Nagyon figyelj rám, mert nem mondom el még egyszer. Elmegyünk és elhozzuk Adolf Eichmann-t Jeruzsálembe, és te leszel az, aki el fogja kapni. Te személyesen. Ez a feladatod. Az álneved Kautéla Attila. Attila? Milyen kreatív, milyen szokatlan. A leleményességet meghagyom neked. A csapat legyen együtt. Ezt figyeld! Szerdán, az irodámban! Baruch Adonai Shalom, Baruch Adonai Shalom, Baruch Adonai Shalom, Baruch Ato Adonai Elohein Melech Hoylom, Asher Kidishonu, Mitzvise, Vicianu Sher Shabot. Shabbos. Peter? Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam amotzilechem min haaretz. Amen.
Miért lettek hirtelen olyan fontosak neked a családi képek? Rég itt vannak, mégse vetettél rájuk egy pillantást se. Ma lenne a nővérem születésnapja, ugye? Jó, hogy emlékezel. Igen, ma. Hogy jutott eszedbe? Nem tudom. Annyi dolog jutott eszembe ma. Én minden nap gondolok rá. Fram, milyen gyönyörű lány volt a te nagy testvéred. Mindig volt egy mosolya mindenkinek, egy kedves szava, még a lengyelek is szerették. Talán azért hitték a férjével azt, hogy ráérnek még. Pedig mi figyelmeztettük. Mondtuk, jöjjön velünk, de kiutazó vízumot szerezni Lengyelországban. Sok pénz, sok volt mindenkinek, és Froma mindig olyan életre való volt. Azt mondta, maradért gyűjti a pénzt. Azt mondta, majd találkozunk. Meglátjuk, majd megtaláljuk egymást, mondta. Összehozzuk a családot. Azt mondta, újra együtt leszünk mindannyian. Meghalt. Mind meghaltak. Meghaltak a gázkamrában. És a világ nem tett semmit. Gondolom felismeritek Eisenhower-t. Remélem mindannyian az ő szolgálatában állunk. Shalom. Hello. Oké, gyerünk, vegyük Shalom. Át a tervet. David nagyon aggódik amiatt, hogy a család nemrég repülőjegyeket vett. Mit ábrázol a felvétel? Az emberünk repülőjegyet vesz. Úgy tűnik, Hans, annyit tudott kideríteni, hogy Chilébe utaznak. Lehet, hogy tud rólunk. Na még egyszer. Mi Peterrel nem hisszük. Hans képes volt randizni is a lányjal, akitől megtudta, hogy csak a hétvégére utaznak el, megünnepelni a házassági évfordulót. Ajándék a gyerekeiktől. De nekem ez is rejtélyes. A térképeim szerint ez a legrosszabb környék a városban. Az. Nem látszik valami luxus hotelnek. Nem. És ez is nagyon érdekes. Hozhatok itt? Hát szerint a család láthatóan szegény. Tegnap este valami bulit rendeztek. Azt is a fiúk fizették. Hans remélte, hogy erről rájövünk, kik a barátai. Vajon... Hozhatok italt? Tényleg, Eichmann? Ez a probléma. Állj! Mit mondott? Feleségemmel, Katalinával egy nagyon fontos napot ünnepelünk ma. Életünk legszebb napját, 1935. március 21-ét. Egy pillanat, jobb lesz mindjárt. Szerintem házassági évforduló. Az. Eichmannék március 21-én esküdtek meg 35-ben. Ez Eichmann. Rengeteg ember kötött akkor házasságot. És a felesége neve Vera, nem Katalina. Ahogy ő meg Adolf. És nem Ricardo. Bárkik is ezek ezüst lakodalmat ünnepelnek. És a dátum stimmel.
Csendet. Csendet! A madárka holnap hazarepül. Ahogy Hans megjósolta. Nekünk ez mit jelent? Semmit. Koncentrálj a felkészülésre. Készülj fel a találkozásra. És ha mégsem jön vissza? Erre ne is gondolj. Ha az az ember Eichmann, a következő állomás Tel Aviv lesz neki. Ne mozdulj! Hagyd abban, engedj el! Malkin. A madárka berepült. Buenos Aires, 1960. május 4-e. Hogy, hogy nem fogadja el? Mi az, hogy nem fogadja el? Talán nem tetszik a ruhám, ha? Hogy hívják, uram? A nevem Adela Abuezu. Diplomáciai útlevél, érti? Diplomáciai útlevél. Az Elfran 28-as járat a Párizsba a 2-es kifutópályáról 16 perc múlva indul. Kérjük a kedves utasokat, fáradjanak a 22-es kapuhoz, és fejezzék be a beszállást. Ismétlem, az Elfran 28-as járat a Párizsba a 2-es kifutópályáról 16 perc múlva indul. A Brazíliából érkező járat utasai a 4-es kapuhoz érkeznek. Kellemes itt tartózkodást, Herr Dolte. Danke. A többiek? A kora reggeli Air France géppel érkeztünk. David talált nekünk egy fantasztikus lakást. Azt mondta az ügynökségen, hogy egy régi családot akar összehozni, és kell egy hely, ahol elrejtőzhetnek a nagy találkozás előtt, hogy meglepjék a nagyszülőket. És ezek elhittek egy ilyen hülyeséget? Hát persze, nem tud hazudni. Nagyon örülök. Rövid az idő. Peter, dolgozz ki a végső tervet, ahogy csak lehet. Tudom, hogy fáradt vagy. Az időeltolódás, ma este derítsétek fel Clement házát. Te, David és Uzi. És mi van a spanyol inkvizitorral? Hans? Nem hívtam fel, hát ha mégis észrevették. Igazoltatás. Kérem a papírokat. Tessék kiszállni. Kisebbik fia Hászli lakik nála. A többiek Dieter és Nikolász a városban élnek. Mindig 7:30 és 8 között ér haza. Remek. Német precizitás.
Ő az. Sötét van, messze van, szakad az eső, de ő tudja. Nézd meg jól! Úgy menetel, mint egy katona. Még ebben a nyomor negyedben is peckesen lép. Számolni tanítja a srácot. Gazember. A kocsikat számolják. Csinálni rajta, de azt hiszem... Kiveszem. Kiveszi? Azonnal. És már is fizetek. Ha csökkenti az árat, és azonnal átadja a kulcsot. Ó! Az elkapás jó volt, de utána 20 másodpercig tartott. Az túl sok. Csináljuk újra. Megőrültél? Lehet, hogy egész éjjel esni fog. Gyerünk! Oké. Hozom a másikat. Jó. Az jó lesz. Óvatosan. Rengeteg hely. Nem jó hegyén lakunk. Én a lakásban maradok Dennyvel. Elég nagy hely van a padló és az alap között. Majdnem 60 centi. Oda el tudjuk rejteni, ha kell, szerintem. Jó. Kész van? Igen, mehet! Nem, értsd meg, hogy ez így nem megy. Nem megfelel. Biztos Danny és Uzi jöttek vissza a repülőtérről a doktorral. Mi az? Valami baj van? Nem, nincs. Kitaláltam valamit, gyere. Már nem tudtam, hol voltál. Én is végeztem a dolgom. Hát te? Én is. A legjobbkor jöttetek. Attila elrablásának végső tervét vesszük át. Tessék? Eiser az én tervemet fogadta el. Tessék, a saját orvosunk. Akár betegek is lehetünk. Arra van. A repülés. Azt mondja, még nem volt ilyen. Elkezdtétek már? Még nem. Peter, a barátod haragszik a tervem miatt. A te terved? Hé, te se tudtál róla, Uzi? Senki se tudta, csak Eiser meg én. Sokáig voltam itt, ismerem a terepet. Na jó, kezdem. Közbeszólás nincs. Peter, itt vársz. Ugrasz, lefogod. Meyer, itt bújsz el és segítesz. Mi többiek két kocsiban várunk itt. Amikor elkaptátok, befordulunk, felvesszük, eltűnünk és kész. Értelmes terv. A legostobább terv, amit hallottam. Meyer meg én, itt állunk szabadon, ti meg itt vártok, két egymás mellett parkoló kocsiban.
Mi van, ha egy rendőr vagy egy járókelő meglát titeket, ahogy a két kocsi egymás mellett áll? Az nem fordulhat elő, ha ti elég gyorsan végzitek hülyeség, a dolgotokat. Hülyeség! Egy óter mindenre gondol. Mi van, ha megbotlok, vagy hajat esek? Vagy a dolog közepén rajta kapnak? Gondoltál rá? Persze! Semmilyen körülmények között nem engeded el Attilát. Azt mondjátok, hogy zsidók vagytok. A zsidó nép megbizottjai, akiknek az a feladata, hogy jóvá tegyenek egy történelmi bűnt, és semmilyen körülmények között nem hagyjátok elmenni. Ostoba! Amatőr! Mint egy álmodozó kamasz, aki zsidó nemzeti hőssé akar válni. Vagy mártirrá! Javaslom, hogy ezt az embert azonnal küldjük haza, mielőtt bárki megtudja, hogy az akcióban van. Ez a terv, amit végre kell hajtanod. Eisen utasítása! Akkor csináljátok ti ketten! Itt semmi helye vitának. Nem te vagy a világ egyetlen. Ez az ember komplett idióta! Marakodtok, mint két kutya. Szerintem ez jó terv. Ez nevetséges! Túlságosan kockázatos, tele van bizonytalan ponttal. Érted, te terved jobb bennél? Sokkal jobb! Nézd! A kocsi itt áll a Garibaldin, mert az közelebb van a helyszínhez. Közelebb van hozzám. A másik kocsi az országút feljárójánál áll. Így nem gyanakszik senki. A kocsik megállnak, lezárják az utcát, indulnak, és így süty. És kész! Azt mondom, hogy mi van akkor, ha észrevesz, és pánikba esik, és átvágva a szomszéd kerten eléri a házat? Nem fogja! Jó, de miért vagy ebben olyan biztos? Mert ősz van. Folyton esik. A talaj csupa sár. A német katonák, akik így járnak, mint ő, nagyon finnyásak a tiszta egyenruhájukra, fényes csizmájukra. Ha Clement SS tiszt volt, nem lesz hajlandó összesározni a cipőjét. Ez világosan látszik abból, ahogy jár. Képes lennél arra alapozni az egész akciót, hogy a te véleményed szerint hogyan szokott járni egy SS tiszt? Igen. Ha ő a mi emberünk, Peter. Jól van, egyetértek. De ne feledd el, hogy a fejedbe kerülhet, és semmi nem érheti, semmi fizikai bántalom a célpontot az akció során. Nem, már kész van.
Nem azt mondtad, hogy precíz ember? Mondom, hogy gyanakszik ránk. Észrevett a feleséget. Az kizárt. Ma egyszerűen lekéste a buszt. Ó, egy olyan lehetőség, amire még te sem készültél fel, igaz? Csend! Peter mindenre gondol. Most mit csináljunk, Peter? Folytatjuk. Momentito, señor. Hogy hívják? A nevem Ricardo Clement. Hogy hívják? A nevem Ricardo Clement. Vegyétek le a kabátot, zakót, inget! Keressétek a tetoválást a bal karján. Itt nincs semmi, csak egy kis vágás. Eltávolítottak valamit? Mi a vércsoportja, uram? Hogy hívják? Ricardo Clement. Mi az SS sorszáma? Nézd meg a bal oldalát. Egy centis forradásnak kell rajta lenni. Nincs semmi. De, igen, itt van. Megvan. Aranyhíd. Két aranyhíd a felső fog során. Nyissa ki a száját. Nyissa már ki! Nincs. Teljes műfogsora van. Fejméret és magasság? A fejbőség 56. Magassága 178 centi. Ez stimmel. Mi a neve? Ricardo Clement. Ne játsszon velünk! Tudjuk, hogy a szolgálati száma 4-5-5-2-6. Ostoba játék, én nem vagyok bolond. Mindketten tudjuk, hogy 4-5-3-2-6. És mi az eredeti neve? Ich bin Adolf Eichmann.
Ebben nincs semmi. Hol van a kalapja? A kocsiban nincs. Hol van a kalap? Oh, biztos leesett. Jól van, Peter. Szép munka. No, Eiser utasítása. Csak Hans vallathatja. Neked kell róla gondoskodnod, hogy csak az élelemről és a tisztálkodásról beszélhetsz vele. Senki más nem beszélhet vele. Megértetted? Un momentito, señor. Nyissa ki a szemét. Fel kell tennem néhány kérdést. Ha válaszol, megkönnyíti a saját helyzetét. Értettem, uram. Szeretnék tudni a társairól. Aki a leginkább érdekel, az József Mengele. Nem tudja, hol van? Én nem tudok róla semmit. Semmit sem tud róla. Jó. Orvos volt, aki élő embereken kísérletezett. Ez segít? Ő is Argentinában van? Mi a helyzet Hitler helyettesével, Martin Bormannal? Ő hol van? Fogalmam sincs. Szeretnék hallani a barátairól, akik segítettek megszökni Európából, és hamis papírokkal látták el. Hogy került Argentinába? Mindez már nagyon régen volt, uram. Kér valamit inni esetleg? Nein, nein, nein. Mi van a családjával? Segíthetünk esetleg nekik valamiben? Mit csináltak velük? Kérem, ne bántsák őket. Nem ígérhetek semmit. Az én dolgom, hogy kihallgassam magát. Ha megtörtént, nincs semmi okom arra, hogy bármi mással foglalkozzam. Magának nyilván az a célja, hogy nyugtalanságot keltsen az alanyban. Hogy nyugtalanságot keltsek? Ehhez rám nem volt szükség. Persze. Én főleg a legkisebb fiamat féltem, a kicsi Aztét. Ő még túl kicsi ahhoz, hogy megértse ezeket a dolgokat, hogy kik maguk és mit akarnak tőlem. Szóval, tudja, hogy kik vagyunk? Uram, azt hiszi, úgy értem le ezt a 16 évet, hogy eszembe se jutott, hogy ez a nap bekövetkezhet. Maguk természetesen izraeliek, ezt azonnal tudtam. Akkor azt is tudnia kell, hogy a fia biztonságban van. Semmi. Ez a harmadik hírek, és egy szót se szólnak az eltűnésről. Egy szó se Eichmannról, se Clementről. Higgyétek el, a család nem ül a fenekén. A hallgatás azt jelenti, hogy nem a rendőrséget használják, hanem a magánerőket. Ami sokkal veszélyesebb ránk nézve. A támadás bárhonnan jöhet, és nem árulja el az egyenruha. Tehát újra kell gondolnunk a rendet. Ezentúl nem szabad elhagynunk a házat. Miért? Szükségünk van friss levegőre. Dennynek van fejhallgatója, a szomszédok nem hallják meg a rádiót. Sem éjjel, sem nappal. Mi a bajod? Gyanút foghatnak, ha nagy mászkálást látnak, és csak pasikat. Úgyhogy levegőzni, meg edzeni csak éjszaka lehet. Olvass el figyelmesen, és írja alá, kérem. Ezzel elismeri az izraeli igazságszolgáltatást. Nem jogos, ha már bíróság elé állítanak. Németországba akarok menni. Gondoltam. De Izraelbe fog menni. Peter, nagyon fontos, hogy egyen. És ha nem megy ki a vécére, halálosan beteg lesz.
Ennie kell. Attól a perctől kezdve, hogy behoztuk az utcáról, maga újra visszaváltozott. Katonává. Tehát egyen. Egyen. Ez a parancs. Nyissa ki a száját. Itt jön a vonat. Felállni. Térdhajlítás. Kész van? Le. Fel. Gyerünk. Le. Fel. Le. Fel. Le. Fel. Le. Fel. Le. Fel. Jöjjön. Cetinzi. Kezdhetem, uram? Igen. Súdigemzi, bitte, menjen ki. Igen. Tessék csak. Szóval mit akarsz? Beszélni akarok vele, Uzi. Kivel? Ekmannal? Ezt felejtsd el, Peter. Ne is gondolj, inkább velem beszélj. Az első pillanattól, ahogy megláttam a düllett szemével, a kórházi pizsamában, reszketve a félelemtől, megrettenve, arra gondolok, hogy ő az az ember, aki felelős a nővérem meggyilkolásáért. Nem tudom elhinni. Olyan jelentéktelen, olyan mindennapi. Tudni akarom, hogyan. Meg akarom érteni. Olyan hétköznapi ember. Igen, az. Lehet, hogy csak az ilyenek tudnak ilyesmit elkövetni. Minél átlagosabb, annál van a szó. Ó, ez egy gyenge ember. Ahogy erőlködött a vécén. Hogyan? Hogyan lehet ez az ember felelős azért, hogy megöltek 6 millió embert? Hogy? Tőle akarom tudni. Hogy? Peter, megtetted, amit kell. A többit bízd másra, jó? Jó. Ez így nem mehet tovább. Kezd romlani a morál, mert nem tudjuk, mi folyik odakint. Te csak ne aggódj emiatt. Ugyan már, Reiser? Mi van a családdal? Ők mit csinálnak? Kivel beszéltek eddig? Értesítették a hatóságot? Vadásznak ránk? Tudnak már egyáltalán valamit? Ugyanolyan foglyok vagyunk, mint ő. És paranoiásak leszünk. Nyugi, nyugi. Nem hagynátok ezt abba? Nem kell félni a náci baráttól. Jut eszembe, azt mondtátok, hozzások egy női ügynököt a házi munkára. Egy nőt? Két? Azt nem tudom, amíg meg nem jön. A külvilág előtt ő Dávid felesége, mindenhová együtt fognak menni, úgyhogy a szomszédok is megnyugodhatnak, és a morális... Na és hol fog aludni? Neki a konyha mellett a helyet, ijetek meg a fogoly mellett. Mivel a földszinten csak két szoba van, tehát valamelyik kötőknek osztozni kell vele. Fej. Szóval, nem látod gyanús alakot? Mondjuk egy fényképező turistát? Semmi ilyesmit? Azt hiszem, nem. Nem vettem észre.
Rendben van. Bízza ránk. Jelentkezünk. Kérem, ne beszéljen a dologról senkinek. Natürlich. Helyes. Kérdezem. Hölgyem. Maga az, aki elkapott engem. Persze, nem beszélhet velem, de azért én tudom, mert rögtön megismertem a hangját. Ha az ember sokáig él úgy, mint egy űzött vad, kifejlődik benne egy bizonyos érzék. Kiválóan csinálta, gyors és hatásos volt, és viszonylag fájdalommentes. Hát csodálom a szakmai felkészültségét. Köszönöm. Csak kettő. Ez itt még eszméletlen. Az pedig teljesen amnéziás. Az apám bal karján van egy seb. Ez nem ő. Minden a szokásos? Micsoda nyakkendőhez? Miért? Megjött a nő. Jövök. Átveszem. Köszönj neki. Remélem tud főzni. Hoztál valami finomat? Mac, ezt nem hoztam. Azt ti is tudtok csinálni. Segítek. Róza? Peter. Csodálatos, amit tett. Hálás vagyok, hogy segíthetek neked. Köszönöm. Hol fogok aludni? Peterrel kisorsoltuk. Lehetséges. Megnézhetem, látni akarom. Neked halt meg ott valakid? A nővérem. Sógoraim. Megölte az egész családomat. Hogy én főzzek neki, vagy megfogjak bármit, amihez hozzáért, hány ingerem van. Legszívesebben szörnyet halni látnám. De te biztosan ugyanígy érzel. Elnézést. Ugye még az is nehezére esik, hogy rám nézzen. Kár, mert nekem akkor a legjobb, amikor itt van. Legalább azt megkérdezhetem, hogy hívják magát. A nevem Maxim. Maxim. Értem. Orosz név. De nyilván csak álnév, igaz? Feltehetek egy kérdést, Maxim. Nem tudja, mi van a családommal. Kérem, ne bántsák őket. Család? Mindnyájan sebezhetők vagyunk, nem? Obersturmbannführer. Hálás vagyok önnek, még ha nem is felelt az én kérdésemre.
Választ akar? Akár csak én. Természetesen. Hogy történt minden? Hogy cselekedhette mindazt, amit csinált? Hogy lehetséges ez? Háború volt, nem igaz? Ha maga katona, meg kell értenie. De Auschwitz nem a fronton volt. Se Dachau, Treblinka, Szobibor, mészárszékek voltak. Értse meg, hogy én soha nem gyűlöltem a zsidókat. Értse meg. Higgy el, hogy igazat mondok, én nem vagyok antiszemita. Akkor még nagyobb bűn, amit csinált. Maga azt mondja, bűn. De nem lehet mindig tökéletesen dönteni. Rendkívüli körülmények között rendkívüli következmények adódhatnak. Tudni akarja, hogy történt, rendben. Úgy kezdődött, hogy egy barátom rábeszélt, lépjek be a Lövész klubba. A szülővárosom mellett volt, Ausztriába. Tudja, hol van Inc? Életemben először fogtam fegyvert a kezembe, de hamarosan én lettem. Az egyik legjobb lövő. Nehéz idők jártak. Az utca tele volt tüntetőkkel, monarchistákkal, nacionalistákkal, és persze nácikkal. Egyszer a nácik szerveztek egy nagy gyűlést egy sörcsarnokban, és egy ember, Kaltenbrunner, egy ügyvéd, akinek szakmai kapcsolata volt az apámmal, odajött, vállamra tette a kezét, rám nézett, és azt mondta, neked csatlakozni kell hozzánk. Milyen egyszerű volt, nem volt benne semmi felháborító szándék. Azt mondtam, rendben, és már is tagja lettem az SS-nek. Ja. Na, most maga jön. Hogy van a családom? Biztosan sok tagja volt annak a lövészklubnak. És biztos sokan léptek be közülük az SS-be, de... mégsem az ő kezükön száradt 6 millió ember vére. Nem. De jött a háború. Amikor Ausztriába betiltották a náci pártot, Németországba mentem, hogy SS kiképzést kapjak. Boldoggá tett engem a fegyelem, a közösség, az életforma. Maga katona, úgyhogy biztosan megért. A kiképzés nagyon nehéz volt, de bírtam. Az apám kemény ember volt, úgyhogy megszoktam a szigort. Kusztunk a sárban és a homokban. Lekopott a bőr a könyökömről, de nem kötöttem be, hanem tűrtem. Ők észrevették ezt, és előléptettek. Aztán, amikor Himmler embereket keresett, gondoltam, nekem jó lesz ott lenni, ahol történik valami. Ezért Berlinbe küldtek, ahol szabadkőművesekkel foglalkoztam. Ott megismertem egy kedves embert, von Mildenstern, aki egy zsidó alosztályt szervezett, és kért, hogy csatlakozzak. Úgy néztem rá, mint mesteremre. Könyveket adott nekem a zsidókról, a cionizmusról. Hamarosan a zsidóság szakértője lettem. Na, mi van a családommal? Amennyire tudom, nincs semmi bajuk. Minket nem érdekel a maga családja. Kérem, ne menjen, maradjon velem. Schön das Städtchen, siehst du gut, weil es an der Elbe
Szerintünk az apjukat nem baleset érte. És azt sem hisszük, hogy meghalt. Sokkal valószínűbb, hogy elrabolták. Elrabolták? De kik? A zsidók? Természetesen a zsidók. Amerikaiak vagy izraeliek. Az egyetlen reményünk, hogy még itt van Buenos Airesben. És mivel a hatóságok szimpatizálnak velünk, nehéz lesz neki kivinni őt az országból. Megtaláljuk az apjukat. És megállítjuk őket. Föl le. Gondolkoztam a kérdésén. Beszélhetek még? Az SS-tiszti fogadalmamat személyesen Hitlernek tettem, és az esküm egész addig kötelezett, amíg meg nem halt. És ő olyan ember volt, mint az apám, erős személyiség. Bármit tettem, mindig azt kérdeztem magamtól, ha ezt a Führer megtudja, helyeselni fogja. És a válasz mindig az volt, igen? Amikor a Führer azt mondta, ölje meg a zsidókat, maga megölte őket. Nem, én nem öltem meg őket, nekem a szállítás volt a dolgom, semmi több. Persze sok hazugságot terjesztenek rólam. Hess, az auschwitzi tábor parancsnoka sok szörnyű, rettenetes hazugságot mondott. Azt állította, velem beszélte meg, hogy írtsuk ki a zsidókat. Maga tagadja? Ilyesmi szóba sem jöhetett köztünk, mivel ez teljesen az ellátási hivatal hatáskörébe tartozott. Az én feladatom az volt, hogy irányítsam a szállítást. Szervezzem a vonatokat. De tudta, hogy hova mennek a vonatok. Tudta, hogy táborba viszik az emberek millióit. Jó, persze tudtam, de... Tudta, hogy a táborokban gázkamrák és krematóriumok vannak, és tudta, hogy a szállított zsidókat elgázosítják, agyonlövik vagy halálra éhesztetik. Maga tudta. Nézze, ez nem tartozott rám. Ha egy rakomány megtelt, a feladatom véget ért. A feladatom igen, véget ért tudta. A táborok kapujánál. De akkor amellett is tudta. Több maga száz tudta. Ezen túl is élték. Ez így van, Maxim. Nekem semmi közöm nem volt a koncentrációs táborokhoz. De tudta. Jöjjön valaki leváltani! Maga nem ért meg engem, Maxim. Az nem kérdés, hogy mi Izraelbe fogjuk vinni. Azt akarja, hogy úgy vigyük, mint egy veszélyes vadállatot, harapos kutyát, vagy mint egy embert, akinek méltósága van. Mondtam már, hogy ha tárgyalás lesz, annak Németországban kell lennie. Nem érti meg, hogy Németország nem akarja magát? Nyugat-Németország teljesen el akarja felejteni a múltat. Gondolom, nem akar az NDK kommunistáinak kezére kerülni. A kommunistákat nem lehet valódi németeknek tekinteni. Én abban az időben Németország szolgálatában álltam. Nyugat-Németországba akarok menni. Magát azzal vádoljuk, hogy egész Európában követett el bűncselekményt a zsidók ellen. És a mai Izrael ebben törvényesen illetékes. Én ezt megértem, de nem. Nem. Írja már alá. Azt mondtam, írja alá! Elnézést kérek, hogy a múltkor feldühítettem, Maxime. Nem volt szándékos. Tényleg? Miért? Mit várt?
azt, hogy mint katona megérti, hogy tettem a dolgomat. És jól csinálta. Igen. Mindenkit a teljesítménye után ítélnek meg. És nem volt mindig könnyű, higgye el. A Wehrmacht mindig meg akarta szerezni a vonatokat a csapatszállításokhoz. De sohasem sikerült nekik. Hogy mondhat el nekem ilyet? Hát nem érti? Én zsidó vagyok. Ja, persze. Igen. Hiányzik a feleségem. Remélem jól van. A hétvégén vidékre akartunk menni. A kis Hászléval. Volt már maga pikniken? Tényleg szeretném hallani. Kérem, mondjon valamit magáról. Az nem árthat. Van élettársa, vagy... Semmi komoly. A munkám miatt ez nem könnyű. Értem. Túl nagy a nyomás, és a nők több figyelmet követelnek. De összeráncolta a szemöldökét. Miért? Nem tudom. Néha arra gondolok. Az állásom csak... ürügyül szolgál, hogy... elkerüljem egy házasság felelősségét. A férfinak hivatása van, és a nőket kiérti meg. Na, meséljen. Szeret táncolni, szereti a zenét. A jóból a jó zene. Mi lehet jobb? Remélem, szereti a bécsi keringőt. És persze szereti a természetet. Igen. Csak halka. Végre van valami, ami összetart minket. Nem úgy, mint a múltkor, amikor dühös lett és elment, akkor haragudtam magára. Maga félreértett akkor engem. Nem. Én nem hiszem. De igen. Tudjam, én olvastam, mit mondtak az emberek a tárgyalásokon. Mindig ugyanazt. Én csak... parancsot teljesítettem. De az én helyzetem egészen más. A törvénynek engedelmeskedtem. Érti a különbséget? Nem. Nem értem. De muszáj, egy törvényt hajtottam végre, amit a Reichstag elfogadott a Führer beleegyezésével. Ugyan Maxim nincs olyan törvény, amit szeretne elfelejteni. Maga mindenben maradéktalanul egyetért a zsidó állammal. Nincs olyan törvény, amiben a szíve mélyén kételkedik. De akkor is. Előbb mentem volna a gázkamrába, mint hogy azt tegyem, amit maga tett. Tényleg? Eddig még azt hittem, tudja, hogy a kötelesség az kötelesség. El kell végezni, bármit érez közben az ember. Becsület dolga. Becsület? Becsület? Igen, igen. Nem. A maga esetében ez több volt. Maga élvezte a munkáját. Himmler azt mondta, hogy hagyja abba a gyilkolást. Nem hallgatott rá, csak nyomta tovább. A végéig. Himmler jó színben akart feltűnni a győztesek előtt, ezért úgy tett, mintha nem tartozna közénk. De a törvénnyel ellentétes parancsot nem adhatott. Ha szót fogadok neki, semmibe veszem a törvényt és a Führert. Adolf Hitlert? Nem. A feladatot végre kellett hajtani, tehát a szállítást folytatni kellett. Ez volt a dolgom. Himmler Schwein. Azt hiszem, most már jobban megérti. Igen. Maga meg a németek egyszerűen csak a törvényt hajtották végre. Igen. Most már kezdi megérteni. Mondtam már? Igen, mondtam. Én nem gyűlöltem a zsidókat. Ez az igazság.
zsidó barátaim voltak, ismertem a cionizmust. Teljesen megértem a zsidóság törekvéseit. Ha én zsidónak születtem volna, én lennék a leghevesebb cionista. A cionisták idealisták, mint én. Idealista vagyok. Tudja, még héberül is tanultam egy rabbitól Berlinben. Hogy is van? Shema Israel, Adonai Elu, Adonai Eshe, valami ilyesmi. Ja. Tudja, mit jelentenek ezek a szavak? A legszentebb igéi. A zsidó hitnek. Haldó Izrael az Uram Istenünk, az egyetlen Isten. Tudja, mit jelent az Abba és az Ima szó? Abba, anya. Mami. Papi. Az én nővérem fia akkora volt, mint a magáé. Együtt játszottunk. És maga megölte. De ő zsidó volt, nem igaz? Ez volt a törvény. Alszol. Képtelen vagyok. Beszélgettem vele. Beszéltél vele? Hogy tehetted? Tiltja a parancs. Ezt jelentenem kell. Jelens csak be. Az én felelősségem volt, és nagyon nehéz. Csak beszélnem kellett valakivel. Bocsánat. Jó hét. Peter. Peter, mi bajod? Gyere ide. Jó, jó, semmi baj. Nyugodj meg. Jól van. Semmi baj. Semmi baj. Sajnálom. Jól van. Sajnálom. Milyen ember? Én nem tudom. Beszéltél vele, és nem tudod? Nem tudom. Nincs benne semmi szánalom, mintha nem értené, hogy mit követett el, mintha elismerést várna, hogy milyen jól végezte a dolgát. El kellett volna törnöm a nyakát. El kellett volna. Oh. Igen, el. Hála Istennek, Péter. Te olyasmit sose tudnál elkövetni. Te nem vagy olyan, mint Eichmann.
Még ha ő meg is akar győzni róla téged. Könyörgök. Hagyd abba. Megőrülök tőle. Az isteni David, kapcsolt ki a zenét! Gyere, Danny. Menjünk. Iser, értsd meg. Nem bírjuk a várakozást. Tudnunk kell, hogy fogjuk kivinni az országba. Csak három lehetőség van. Autó, tenger, levegő. A hajóút két hónapig tart. Kocsival átmenni a határon túl veszélyes. Állandóan ellenőriznek mindenkit. Izraeli gépek nem járnak ide. Sehogyan sem tudjuk kivinni Argentínából. Elég. Más módszer is van. De nem mondhatom el a részleteket. Még nem. Néhány napig. Ájszer, napról napra, percről percre, gyengébbek vagyunk. Azt mondtam, dolgozom rajta. Te csináld a saját dolgod, én csinálom az enyémet. Kapitány úr, én azt hiszem, hogy a zsidók azzal akarják megalázni Argentinát, hogy elrabolnak egy állampolgárt az orrunk előtt. Egyikünk sem akarhatja, hogy ez megtörténjen. Nem. Határozottan nem. Nem ártana körülnézni a repülőtereken és a hajókon. Igen. Nem vihetik ki az országból az ő beleegyezése nélkül. És ez biztos, hogy Herr Clementtől ezt nem kapják meg. Hálás vagyok ezért, Maxim. Nagyon szeretem a zenét. Bécsi keringőt sajnos nem találtam. De találtam egy kis bort. Maga igazi úriember, Maxim. Nagyra értékelem magát. Gondoltam, felvidítja. Prosit. Mondja, Maxim, hisz maga a végzetben, hogy senki sem kerülheti el a sorsát? Sosem gondolkoztam ilyesmin. De maga nyilván igen. Én igen? Ja. Ja. Rossz álmok? Rémálmok? Nem történt semmi ilyesmi. Jövendőmondó. El tudja képzelni, hogy egy jósnő megijeszt. Egy cigányasszony, ahogy mondta. De inkább azt hiszem, zsidónő volt. Na és mit jósolt magának? Azt mondta, hogy az 57. születésnapom előtt fogok meghalni. De maga jelenleg 55 éves. Igen, ez igaz. Ja. Azt hallottam, Izraelben nincs halálbüntetés. Igaz ez? Ez nem fontos. Az a lényeg, hogy a bíróság lehetőséget ad, hogy megmagyarázza a dolgot úgy, ahogy nekem magyarázta a múltkor. Ja. És meghallgatnak. Én igen. Nem igaz? Maga igen, és enyhített a szenvedésen. Többet nem tehetek. Enyhítek. Megszüntetni csak maga tudja. A legrosszabb az, hogy hiányzik. Huxley, miatta szenvedek. Szeretjük egymást, ragyogó esze van. Gyorsan tanul. Már megtanult számolni. Egészen 100-ig. És igazi szerető apja vagyok, igen. Mert az én apám tudja olyan
Látja, ez fontos. Huxleynak meg kell tudnia a dolgot. Magától kell hallania. Írja alá a vallomást. Huxley úgyis meg fogja tudni, mint az összes többi gyerek, aki csodálja a szüleit. Hogy hogy történt? Ezért hozott nekem bort és dohányt, hogy rábeszéljen erre. Parancsot teljesít, Maxim. Ha megtudják, hogy beszéltem magával, megbüntetnek érte. Akkor miért? Hogy könnyítsek magamon. Hogy megértsem. És most már értem. Tudom, hogy alá fogja írni. Önként eljön a bíróságra, hogy elmondjon mindent, ahogy nekem. Olvassa, figyelmesen. Minden lehetőséget megkap arra, hogy megmagyarázza a tárgyaláson. Nem. Ha én bíróság elé állok, akkor az Németországban lesz. Igen? Nem szenvedtek még eleget a németek? Eszükbe akarja juttatni azokat a sötét éveket. Jobb, ha Izraelbe jön, ahol a nácik állnak bíróság elé, és nem az új Németország. Ez egy kedves gesztus lenne öntől. Azok felé, akik szeretnék megkímélni Németországot ettől. Ja. Van értelme annak, amit mond. Írja alá. Azt mondja az új Németország. Olyan gyorsan elfelejtettek. Elfelejtették volna, hogy kik voltunk. Maga ezt sosem érteti meg. Én még igen. De a németek már nem. Bűnbakra van szükségük. Akik a borzalmas tetteket követték el a nevükben, de mi Izraelben meg akarjuk érteni. Mi legalább az igazságot keressük, nem az ürügyet. Írja alá, Huxleyért. Tényleg azt hiszi, hogy igazságosan ítélkezhetnek rólam a zsidók? Ki más? Mi ártatlanok vagyunk az ügyben. És igazságosak. Igazán? Micsoda önbizalom, micsoda erkölcsi szilárdság. Pedig maga ott sem volt, nem látta a Führert, nem hallotta a hangját. Amikor azt mondta, emlékezzünk rá, milyen nagyok voltunk, hogy nagyok lehessünk újra. Hálásak voltunk, hogy minket választott a német népet. Hogy megszabadítsa a földet a bolsevizmustól, büszkék voltunk. Maga nem volt ott, nem tudhatja. Ha a zsidókat választotta volna, ők nem örülnek? Magára hagyták volna őt? Ezt nem értheti meg az, aki nem volt ott. Mi voltunk ő. Ő voltunk. Ő volt mi. Nagyok voltunk, mert ő nagy volt. És ezt maguk soha az életben nem fogják megérteni. Ő volt az istenünk, Adolf Hitler. Ő volt az istenünk. Adolf Eichmann. Meg fogom tudni védeni magam. A beszéd segített, Maxim. Maga most már megért engem. Maxim, meg fog maga látogatni engem Jeruzsálemben?
Tessék. Rengeteg van még. Ó, rengeteg van még. Éppen ettől féltem. Ne beszélj. Megteszi, amit lehet. Ugye, jó ötlet volt összezárni. Takarodj ki innen! Takarodj ki, hallod? Nyugodjatok meg! Merekedni akarsz, na gyere! Nagyszerű asszony, hallod? Nyugalom. Jobban vagy? Semmi bajom. Biztos a klausztrofóbia. Ki akarok menni innen? Na. Híreket mondanak. Jó hírek. Izrael delegációt küld a függetlenségi ünnepségre. A delegáció vezetője Abba Eban. Holnap után érkezik, délután. Na és milyen géppel fog utazni? Izraelivel, mi mással? Egy egész gépet kap Abba Eban. És a kíséret? Diplomáciai küldöttséget szervezett, hogy legyen gépünk. Szerencsés véletlen. Feltételezem, Abba Eban már tud rólunk. Őszintén? Halvány fogalmam sincs. Hazamegyünk. Hány nyelven tud beszélni? Évfordulójára rendezett csodálatos ünnepségem. Éljen Argentína! Álljon fel. Vetkőzzön le. Végre egy kis mozgás. Sétálni fogunk. Sokat. Jeruzsálembe. Gyere, mondani akarok valamit. Nem kell injekció, nem fogok beszélni, megígérem. Meg akar ölni engem? Nem. Én nem olyan orvos vagyok. Ez csak egy kis nyugtató. Ne. Nyugalom. Nyugalom. Maradjon nyugton. Nyugalom. Elég. Ne bántsák a családomat. Főleg a kicsi Haslemet. Úgy szeretném látni őt. Úgy szeretnék vele lenni. Miattam, ne aggódjon. Megbízhat bennem. A delegáció izraeli géppel jött. Azt fogják használni.
Állítsák le a légi közlekedést, meg kell akadályozni, hogy megszökjenek. Szemetek. Nekem nem kell injekció. Zsidók. Megállj, hova mennek? Meg kell állítani egy gépet, el akarnak rabolni valakit! Egy argentin állampolgár van a gépen, állítsa meg! Kinek a parancsán? Mondom, egy argentin van a gépen! Nincs már idő bírósági végzésre! A zsidók rosszra készülnek. Talán bizonyítékra van szüksége? Igen, bizonyítékra. Maka! Miattad, Froma. Mindannyiótokért. Adolf Eichmann 7 millió zsidó és nem zsidó ember megölésében játszott szerepéért 1962. május 31-én felakasztották. Testét elhamvasztották és hamvait a tengerbe szórták. Nem érte meg az 57. születésnapját. Magyar hangok. Bács Ferenc, Kőszegi Ákos, Szilágyi Tibor, Jakab Csaba, Rosta Sándor, Zsurs Kati, Hankó Attila, Csuja Imre, Kautsky Armand, Harmat Imre. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Kis István, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Árvai Zsuzsa, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront az Intercom megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom.